Rocky Marciano. Isten hozott Rocky Marciano. Olaszország gyermekei és fiai nevében szeretném üdvözölni Mr. Marcianót, a bajnokot, a legnagyobbat. Elég, hívjon csak Rockynak, Jézus. Rocky, az amerikai olaszok legnagyobb kedvence. Oly régóta, hogy már magunk sem emlékszünk arra, hogy mióta imádjuk őt. Jól van, Gino, halljuk a sziklát! Ezennel szeretném átnyújtani az évszázados sportolója díjat. Gyerünk! Köszönöm. Gratulálok! Gratulálok! Köszönjük! Elég jól van. Köszönjük! Kérem, üljenek le! Csodálatos. Köszönöm. Fogalmam sincs, mit csinálhatnék. Táncolni, énekelni nem tudok. De bárki kihívását elfogadom. Köszönöm mindannyiunknak. Köszönöm. Bravo. Bravo. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, köszönöm szépen, nagyszerű érzés, köszönöm szépen, nagyszerű érzés. Rocky, nagyon sokat jelentett számunkra. Köszönöm szépen. Amikor kiütötted Volkottot 53-ban, apám is minden közvétbeli olasz egy hétig ünnepelt. Nagyszerű. Szeretne találkozni veled. Örülnék neki, de sajnos már elég érkeztem Chicagóba. Hé, bajnok! Hova mész? Rögtön jövök, elfelejtettem valamit. Tűnjel a szemem elől! Azt akarod, hogy kirúgjanak? Ha, mi történt az ebédemmel? Hé, Márkiel Csúján! Már megint itt a fiad? Még nincs ebédidő. A kezem! A kezem! Állítsátok le! Vigyétek innen! Jól van, ne bánőszkodjanak! Gyerünk visszadolgozni! Utálom ezt a helyet. De nem fogsz itt dolgozni, Rocco. Megígérem. Soha!
Minden rendben, Szikla? Ha igen, minden rendben. Rögtön jövök. Eltűnt Joe Louis, a családja napok óta nem látta. Joe Louis kontra Max Schmelitka, náci ökölvívó, aki két évvel ezelőtt K.O. győzelmet aratott a visszavágó mérkőzésre, ma este kerül sor. Ezt meg minek raktad ide? Szeretem látni, amiről beszélnek a rádióban. Egy fekete képét teszed ki az otthonodban. Hé, hey, Joe Louis világbajnok. Te mit tudsz felmutatni? Sei un bastardo. Nem azért mentem a tengeren túlra németek ellen harcolni, hogy amikor hazajövök, akkor nekem alamizsnán kell, hogy éljek. Ez nem alamizsna. Aki ezek csak... ebédjegyek a templomból. Jöjjön el a stadionba. Elég! Várunk elég! Kezdődik, apa. Menj csak, Rocco, rögtön jövök én is. Menj csak. Most kezdődik a nagy mérkőzés. Később visszatérünk erre. Miért hagyod, hogy ezt hallgassa? A fiú szereti a boxot. Nincs abban semmi rossz. A durvák sportja. Ó, hatalmas jobb horog zúdult Schmeling állára. Louis rajta van az ellenfelén, itt az első menetben. Egy fejre jutott jobb horogtól Schmeling lefelé csúszik a kötelek mellett. Joe hatalmas jobb horoggal leüti Schmelinget. Schmeling feláll! Újabb jobb egyenes, és Schmeling harmadjára is a padlóra kerül. Úgy tűnik ezúttal nem fog felállni. Nem tud felállni. Vége! Hurrá! Louis legyőzte a nácit! Louis a világbajnok! Hagyjátok abba, huligánok! Hívom a rendőrséget! Tessék, Mrs. Drago! Köszönöm! Kellemes napot! Viszont! Következő! Gyertek! Ma ezzel fizetünk, Mr. Murphy, rendben? Marke Giano, nem tud angolul olvasni. Elsőbség a készpénzes vásárlóknak. A sor végére. Apu, a kaját nem viszed? Hová mész? Apu! Gyere, Ali, álljunk a végére. Következő. Ó, megint Ferde. Gyere! Ülj le mellém egy percre. Tudod, Rocco, nagyapáddal ugyanazon a hajón jöttünk Amerikába. Ó, az a sok ígéret, mi csak azt hallottuk. Ehelyett gúny neveket aggatnak ránk. Azt mondják, lusták vagyunk. Még rosszabb, a fekete kéz, a maffia. Az egyetlen dolog, ami számít, az, ami belül van. A büszkeséged. Amikor túl kicsi voltam ahhoz, hogy halászni menjek az apámmal, a kikötőben örömmel segítkeztem a halászoknak. Cserébe osztriga héjat kaptam. Osztrigát? Igen. Olaszországban a gazdagok boccia pályája. Az igazi boccia pálya osztriga héjból készül. Tudod, fiam, attól gurul egyenesen a labda. Egy napon hazavittem az összes héjat, amit összegyűjtöttem. Odaadtam apámnak, hogy saját boccsapályát csináljon. Így tanultam meg. Nem csak a boccsát, hanem hogy hogyan kell gyűjteni. A gyerekek manapság csak költenek. A felnőttek gyűjtenek. Készpénz nélkül semmit sem ér az ember.
Ugye tetszik a dísztábla? Ó, igen, csodálatos. Két egymással igen, szemben álló a ökölvívó. Az autó már vár, hogy kivigyen a reptérre. Nagyszerű. Ez biztosan kielégítőnek találod. Ájjájjáj, mi ez? 2000. Nos, az van. Igen, hello. Én nem fogadok el csekket. Van készpénze? 2000. Mennyi van? Nem tudom. 4 vagy talán 500 dolcsi. Kellemetlen helyzetbe hozott. Ez elég lesz, ez megteszi. Köszönöm. De Rocky... Az egy darab Rocky, papír. Ez itt pénz. When you're smiling, keep on smiling, and the world will smile. Add meg a pénzem! Hé, mi a fene folyik? Hogy mi? A szemétláda azt mondta, hogy 5 dollárt ad a lapátolásért 7-től 4-ig. Erre 3:35-kor kirúg. Te apró pénzes nyavajász! Vigyázz! Ez tönibe ment. Ez az! Hú, ez hogy tetszik meg, Nát? Férok, legalább egy kis pluszt a fizikai károkért, na. Én nem vagyok tolvaj, Al. Igen? De szenet sem fogsz többet lapátolni. Nem hiszem el, hogy már megint ellőttél egy munkahelyet. Mit akarsz csinálni? Cipőt gyártani? Te semmire kellő. Igen, de karja az van. Ez a seggfej, akit leterített valamikor 15 menetet nyomott Jimmy Braddock ellen. Kicsoda, ez a fickó. Hé, állj már meg! Na Istenem, nyugodj már meg, tesó. Ott vagyunk. Iberian Swan. Mi a fenét keresünk itt? Hé, haver, itt lehet benevezni a box versenyre. Igen, ez tölcské. Hé, lassan a testem. Na és miért? Láttad, hogy elbántam azzal, ami azt a McNutt-tal? Látod ezt, Ali? Ez a jobb kéz fog engem kijuttatni Brocktonból. Csak nehéz súlyú kategóriában van hely Henry Lester ellen. Oké, írjon föl. Várj. Henry Lester aranykesztyű bajnok. Ő a legkeményebb amatőr boxoló. Te soha nem boxoltál. Ali, azzal küzdök meg, aki elől. Mindenki menekül. Így mindenki első percről tudni fogja, ki a legjobb. Azon kívül amatőr. Mennyire lehet jó? Jézus Mária! Rocco! Rocco! Nézd meg, kora ez a fickó! Megyük is! Ebben a sarokban az első amatőr mérkőzésé a 95 kilós Brocktoné! Rocky Marchegiano! Minden vele, Rocky! A másik sarokban a 104 kilós, háromszoros aranygesztyű bajnok és a New Englandi amatőr bajnokság második helyezettje, Henry Lester! Mocsa! Jól van, fiúk, ismeritek a szabályokat. Tiszta küzdelmet szeretnék. Köszöntsétek egymást, és menjetek vissza a sarokba. Minden vele, Rocky! Rajta! Rajta! Tartsd fönt a kezed! Gyere, Rocco! Tartsd fönt a kezed! Come on.
57, 58, 59. 22, 59. Rock, rendes munkát kell keresnünk. Áli, ideje, hogy profi boxoló legyek. Profi? Nézd magadra! Megőrültél? Profi? Nincs mit keresned a szorítóban, azok ugyan a fickók már? Úgy ütnek, mint a lányok. Az a baj, hogy nem vagyok formában. Azt írja itt, hogy Joe Louis 30 menetet... Joe Louis-hoz hasonlítom magad. Nem hasonlítom, csak azt mondom, hogy ha Joe Louis 30 menetet nyom le egy küzdelem előtt, akkor egy magamfajta fickónak olyan 60-at kell lenyomni. Tehát, ha ő 6 mérföldet szalad, akkor nekem 12-t kell. Egy vasunk sincs. Valami becsületes munkát kell keresnünk. Áli, figyelj rám! Ha te itt akarod magad elásni, akkor csak rajta. Én láttam, hogy mit tett ez a hely az apámmal, és nem hagyom, hogy velem is ezt tegye. Itt a lehetőség, hogy kijussak innen. A következő meccsemen, majd milyen következő meccsen? 3 hét múlva újra kesztyűt húzok. Újra kesztyűt húzok? Igen, profiként. Egy híres menedzser Elvai Rhode Islandbe új tehetségeket keres. Ennek a fickónak 3 bajnoka van, és most nehéz súlyú kell neki. Ó, akkor mehetsz. Nézd magadra. Írtam neki egy levelet, hogy verhetetlen vagyok. Verhetetlen? 4-szer vesztettél. Amatőrként. De verhetetlen vagyok profiként. Csak figyelj. Rocky, te nem tudsz boxolni. Megtanulok. Mit akarsz megtanulni? Szétverték a fejemet, de nem kerültem padlóra. Mi veszíteni valom van? Megbaladott. Áli. Áli, figyelj, én nem fogok cipőt gyártani. Ez a legjobb esélyünk arra, hogy kijussunk innen végre. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, és ha nem jön össze, keresünk munkát. Komolyan. Mit szólsz? Na. Áli, mit szólsz az a? Hé, mi ütött beléd? Hé! Oké. Próbálj meg számolni. Tegyél még bele. Számolj, mit ezt megcsinálod. Egy. Csak egyet ezt csinálni, nem áll. Gyerünk, egy. Mi van veled? Üssd! Mi van veled? Gyerünk már! Nem mehetek. Hogy nem mehetsz? Nem mehetek kenyeret. Nem mehetsz kenyeret? Anya, edzésben vagyok. Le Matthew kell fognom. Bácsi kenyere. Ilyet még nem hallottam. Ez bonyolult. Hidd el. Te ezt nem értheted. Szaladj egy helyben. Húzd fel a térdet. Fel a térdet. Ez az, látod? Ha rám hallgatsz, jól csinálod. Gyerünk. Mit csinálsz? Nincs semmi egyensúlyod. Húzd ki magad. A jobb kezest akarom gyakorolni. Tarts fönt a kezed, nem megmondtam? Tarts fönt a kezed. Tessék. Ez. Az okni. Hey, az okni. Ez. Na, ez jó. Jó. Hey. Vegyél paradicsomot. Anya, nem ehetek paradicsomot. Hogy nem ehetsz paradicsomot? Ah, kérlek, mondd el neki. Mondd el neki. Nem ehetek paradicsomot. Hogy árthat a paradicsom? Sültet kell lennem. Semmi gond, édesem. Hallottál már semmi ilyet? Gond. Megárt neki a paradicsom. Már az előbb is magyar mondtam neked, hogy ez bonyolult. Védekezz. Ez az. Üt. Jobb. Ez az. Üt. Jobb. Nem tudom lenyelni a sültet, csak a levét tudom lenyelni. A sültet nem tudod lenyelni? Le kell fogynom, anya! Végre ehetünk sültet, és ő nem akar. Tudom, de... Apa, mit vársz tőle? Nem érdekel. Tudom. Mit csinálsz, ó egek? A 142-es Houstoni járat a 2-es kiárathoz fut be. Barbara! Szia, hol vagy? A LaGuardián. Rocky, mit keresel még mindig New Yorkban? Már tegnap haza kellett volna jönnöd. A francba. Tudom, hogy telefonálnom kellett volna, de kaptam egy díjat, és az összes srác beszélni akart velem. Mondj valami újat. Te tudatában vagy annak, hogy az elmúlt 6 hétben egyetlen éjszakát töltöttél itthon? Mikor fogod ezt abba hagyni, mondd? Most, végeztem. Ennyi. Hey, Rocky, nézd rá! Még egy valami. Chicagóban van egy tévészereplésem, 4000 dollár, 5 perc és ennyi. Azután végeztem. Sietek haza. Köszönöm. De szükség van rád, nem sokára megjönnek a vendégek. Barbara, hiányoztam valaha egyetlen szülinapról is. Nem. Gyere haza, Rocco. Sütöttem neked tortát. Marian is segített. Marian? Anyas! Ott van, add a telefonhoz. Rendben, 4-kor várlak a reptéren, adom a lányod. Ki az apu? Gyerekek! Hol mi folyik vagy, itt? Apa? Szia, édesem. Útban hazafele. Segítettél tortát sütni? Én csináltam a cukormászt. Nagyszerű buli lesz, táncolsz majd velem? Hogy táncolok-e veled? Mióta akarsz te velem táncolni? Thank you.
Hé, Rock! Nem akarsz táncolni? Ne aggódj miattam, Ali. Ahogy akarod. Nézz a lábad elé. Ismerik egymást? Barbara. Barbara Cousins. 3 évvel fölöttem jártál a Szent Vipsben. Képzelj el mell nélkül és alacsonyabbnak. Ó, igen. Megnőttél. Neked aztán van dumád. Táncolunk? Mindig ilyen rámenős vagy. Ha akarok valamit, akkor igen. És mit akarsz? Most éppen táncolni. Táncolni? Tudod, zene, mozgás, tánc. Na, igen, hallottam. Aha. Nem túl jó a lábmunkám. Gyere. Ígérem, hogy hagyom, hogy te vezess. Én figyelmeztettelek. Oda nézzenek. A szikla táncol. Na és mi a helyzet a próbaütésekkel? Próbaütések? Miről beszélsz? Most viccelsz. Úgy nézel ki, mint aki most lépett ki egy Charles Atlas reklámból. Ahogy elnézem, nem zavar. El akarsz menni innen? Hova akarsz menni? Nem úgy értettem, hogy most. Legalábbis még nem. Broktonra értettem. El akarsz menni Broktonból? A cipőgyárban nem fogok dolgozni, az biztos. Hát akkor? Boxolni. Ó, az elég kemény cucc, és jó vagy? Profiként verhetetlen. Igen? Igen. Holnap este a Palisades-ben lesz meccsem. Eljössz? Az egy kicsit messze van. Talán legközelebb. Tudod mit? Hagyok neked egy jegyet arra az esetre, ha meggondolnád magad. Észrevetted? Mit? Táncolunk. Úgy néztél ki odakint, mintha anyáddal táncolnál. De győztem. Hát ez örök rejtély. Lép, lekölyök. Túl sok oxigént fogyasztasz itt. Hogy van, Doki? Vérzik. De megmarad, igaz? Rendbe fog jönni. Ez a fontos. Igen, igen. Biztos készen állsz erre? Figyelj, itt jön White. Csinálj úgy, mintha értenél ehhez. Szép cipő, Mr. White. Halljátok, mit beszél ez a kölyök? Szét akarja alapítatni a fejét. Belekötött a Florsheimsba. Apám cipőket készít, magának nagyon szép cipője van, uram. Remekötett. Valami, amire mindig támaszkodhatsz. Mindig ilyen jó kedve van. Ez nála jó napnak számít. Piros mezben a 102 kilós Lee Emerson. A másik sarokban a 86 kilós profikén első alkalommal a szorítóban a legyőzhetetlen, a verhetetlen. Még hogy verhetetlen. Rocky Marquezziano! Magad! Gyerünk! Mozogjon a láb! Gyerünk, Rocky! Vigyed a bal kezét! Ez az, hogy neki! Ez az! Ez az, hogy neki! Védekezz! Védekezz! Csináld ki a nyalaját, Rocky! Csináld ki! Gyakorok! Gyakorok! Ezt meg tudod csinálni! Gyerünk, Rocky! Lábunkat! Lábunkat! Igen!
kicsi. Túl könnyű és pokolian furcsa. De a jobb keze olyan, mint a villámcsapás. Én azonnal szerződtetném. Ez a cirkuszi bohóc hoz majd némi pénzt a házhoz. A neved a Marky, vagy mi a fene, felejtsd el, túl hosszú. Nevet kell változtatnom, uram. Eztán úgy ejtjük, hogy Marciano. Mm. Ha? De a családom... Nézd, kölyök, vitázni akarsz velem, vagy... Aláírod a szerződést. Jól van, aláírom. És mi lesz Alival? Charlie Goldmannél nincs jobb edző. De Alival partnerek vagyunk. Én már fizetek egy edzőt. Ha Alit akarod, akkor fizest ki. Rendben. Igen? Mm. De ígérje meg, hogy nem mondja el neki, hogy én fizetem a részét. Azt is mondhatod, hogy Elinor Roosevelt fizeti, áll az alkú? Igen. Ez a felhatalmazás mit jelent? Engem bízol meg a pénzügyek intézésével. Mm. Tudod, befektetések, különböző adók. Mm. Oké, és ez az 50% itt, ez... Igen. Mindenből? Igen, így szól a szerződés, 50%. Ha $2 bevételed van limonádi árusításból, abból egy az enyém. De ez a keresetem felét jelenti. Nem túl sok az, uram? Úgy gondolod? Mennyi pénz van a zsebedben? Azt hiszem, körülbelül $1.25. Megmutassam, hogy mit jelent az 50%? Szóval, ki akarsz kerülni Bronctonból? Írd alá. Rocco Marciano. And every time it rains, it rains. And it's from heaven. Shoo-be-doo-be. Don't you know each cloud contains man from heaven? Shoo-be-doo-be. You'll find your fortune falling all over town. He's yelling your umbrella. Upside down and you're like trading for a package of sunshine and ravioli. And no Romney, if you want the thing you love, you must have a piece of holy baby. And when you hit that, don't run on the tree. $75. Darabja. Sajnálom, uram, de már csak az első osztályon van üres hely. Ne szórakozzon velem. Keressen valamit. Nincs valami hely a repülő hátsó részén. Igen, igen. A hátsó részen. Mi a helyzet a hátsó részen? Ott van két WC. Szeretnék ott tölteni a napot? Keressen valamit a szobaképen. Egyet belül, egyet hátul. Hartfordból repültem ide, hogy megnézhessem a mérkőzésedet. Örülök neki. Pilóta vagy? Igen. Azt mondod, hogy ingyen repülhetek, amikor csak akarod. Bármikor, ha nem tudsz elérni, adok telefonszámot. A srácok bármikor szívesen megteszik ezt neked. Ez nagyon kedves tőletek. Nagyon király. Mit szólsz hozzá, Ali? Ezután csak így utazunk. All over town, yeah, pennies from heaven, pennies from heaven, pennies from heaven for you and me. Szia, apa. Rocco, hazajöttél? Marad, marad csak. Hogy érzed magad? Erősnek. Nagyon erősnek. Kiütöttél 12 embert, és csak erősnek érzed magad. Vasembernek érezd magad. Az olaszok nagyon büszkék rád. Az a fontos, hogy te légy büszke rám. Hogy megy a munka? A szokásos. Ahogy az elmúlt 20 évben, talán majd egy napon fizetni fognak, hogy itthon üljek és boccsát játszak. Ó, nem de szükséges. Akarom. Hé, embere! Szávasz, Rocco! Műlőcsák vagyok! A következő nehéz súlyú világbajnok! Balra! Mindig bal! Hello, hogy vagy? Aztán nem tudtam, hogy itt lesz a Marciano rajongótábor. Ezeknek a fele tavaly rá sem nézett volna. Így van. Mit szólsz? Fektesd be a nyereményedet. Nem most, Eddie, ez nem a megfelelő pillanat.
Ki az a fickó? Brockton Eddy. Kölcsönre van szüksége? Igen. Hey, Ali! Hello, örülök, hogy látom. Adj 5000-et, és 10 hét múlva 7500-at adok vissza. Nincs annyi pénzem. Kérhetek egy autogramot? Kérem! Remek, kérem! Köszönöm, hogy ezt mondod. Rocky! Ki az a kis vígyó? Az Eddy testvére. Teljesen őrült. Rocky csak sajnálja őt. Ne aggódj. Hé, nézd! Hé! Rock! Mi van? Nézd, ki van a tévében! Hé, csend legyen! A bajnok van a tévében! Hangosítsd fel! Sok idő telt el, és eljött az ideje, hogy visszavonuljak. Hosszú ideig voltam világbajnok, sok remek embert ismertem meg, de kellemesebb dolog is van az életben, a verekedésnél. Köszönöm szépen! Joe Louis, a világ legjobb boxolója, ma délután 1949. március 22-én bejelentette a visszavonulását. Remek, csak így tovább, addig is, míg elszakad a lánc. Rocky! Gyere ide! Bemutatom Frankie Carbot. Nagyon örvendek, Mr. Carbot. Részemről az öröm, Rocky. Sok jót hallottam rólad. Igen, ne higgyen el mindent, amit mondanak. Hát... Úgy hallottam, ön az, aki mindent el tud intézni New Yorkban. Igaz ez? Hé, Rock! Nyugi! Hagyd csak, szeretem az agresszív boxolókat. Készen állsz kilépni a nagyvilágba? Készen állok a Gardenre, Mr. Carbo, már is előjegyezhet. Most, hogy Louis visszavonult, van egy kis mozgásterünk. Van egy másik olasz boxoló, Carmine Vingo, ismered? Igen, nagy darab fickó, 1,93 m, igaz? Igen. Sokan szeretnék látni a két legyőzhetetlen olasz boxolót egymás ellen küzdeni. Jó mérkőzés lenne. Hidd el nekem, ő a te embered. Készen áll rá. Így van, Rocco. Te vagy az igazi? Halló? Igen. Oké. New Yorkba kell utaznom. Megkaptuk a Gardent. Ezt nézd! Még sose láttam senkit mérkőzés előtt így aludni. A szikla nem izgatja magát a mérkőzés miatt. Hé, itt az idő. Oké. Hé, Rocco. Jövök. Figyelj, Csipke Rózsika. Ez a Garden, Madison Square Garden, New York. Tudod, mit jelent ez? Minden vagy semmi? A Madison Square Garden közönségének soraiban, több tucatnyi győzelmének szinterén, itt van belünk ma este a legendás Barna Bombázó! Itt van Louis. Itt van Joe Louis. Eljött, hogy megnézzen engem! Hogy a főnököm nem engedett el New Yorkba, de még csak korábban sem akart elengedni, hogy megnézhesse a mérkőzést. Foglaltam neked helyet. Köszönöm. Ereszd el! Elengedni!
védőt! Mutasd magad! Vesd be a felütést! Jézusom, jól elintézte a szemed! Gyorsabb és nagyobb nálam! Mutasd meg neki a jobb kezed! Gyerünk, Rock, menj ki oda és vertsük a fejét! Gyerünk! Doktor úr, várjon egy percet! Ne aggódj, miatt a Rocky! Ne aggódj! A vihar miatt késik a mentő. A kórház csupán két utcányira van innen. Igye, erre, gyerünk! Itt egy kerekes hordát! Tegyétek rá! Itt van! Gyerünk! Óvatosan! Jó! Gyerünk! Gyerünk! Hé! Hagyják abba! Hagyják abba! Hagyják abba! Nővér, tudja, hogy kit várok? Itt leszek. Hogy van? Intenzív osztály, de nincs sok esélye. Nem Vingo! Rocky! Hogy van? Ahogy ez ilyen helyzetben lenni szokott. Rendben van. Megnézzük. Beszélj vele, győzzék meg róla, hogy minden rendben. Nyugalom. Nem lesződöm egy újabb Lou Embers-szel. Igen, Lou Embers, villámcsapásló. Sosem tette túl magát Scarpatti halálán, de van egy jó hírem. Mi az? Számításaim szerint minden nap, amit Vingo kómában tölt, újabb 10 000-rel növeli Rocky értékét, és ha netalántán Vingo meghalna, a határa csillagos ég. Még... szerencse, hogy a kórházban vagyunk, mert ez a kávé halálos. Előtte állt az egész élet. Én meg lehet, hogy egyetlen ütéssel elintéztem. Ez megesik, Rocky. Ha ezt akarod csinálni, tudomásul kell benned. Ugyanúgy lehettél volna te is a helyében. Lehet, hogy nem nekem való ez. Ha győzök, akkor sem győzök. Elnézést, ön Rocky a boxoló. Igen, mi történt? Semmi, csak egy autogramot szerettem volna kérni. Halál a szorítóban? A fickó itt haldoklik a folyosó végén, te meg autogramot szeretnél, mintha élenék, Babe Ruth! Kifelé! Hogy van, Vingo, Mr. Carbo? Mindent megtesznek érte, amit csak lehet. Személyesen néztem utána. Ez mit jelent? Hogy érti ezt? Még mindig veszélyben az élete? Van esélye? Túl korai bármit is mondani. Nézd,
Sem neki, sem magadnak nem segítesz azzal, hogy itt üldögélsz. Menj vissza Brocktonba. A családod mellett a helyed. Nem. Itt kell maradnom, amíg biztosan tudom. Igaza van, Mr. Carbonnak, Rock. Nem segítesz azzal, hogy itt ülsz. Nézd, Rocko, szörnyű dolog történt. Tudom, hogy mennyire bánt, de baleset volt. Ezt jól vésd a fejedbe. Na igen, köszönöm, Mr. Carbon. És bármi történjen, ne feledd, hogy nem te vagy a gyilkos. Ne vedd a szívedre, különben tönkre mész. Rendben. Most menj haza. Dr. Whitingot várják a kötözőben. Figyelem, Dr. Whitingot várják a kötözőben. Várj egy percet, Ali. Elnézést, ön Mrs. Wingo? Nagyon sajnálom. Rocky Marciano, a következő világbajnok otthona. Utálom ezt a táblát. Tessék. Köszönöm. Elég lesz. Hallottad? Nem mondtad, de hallottam. Ez a Wingo, olasz fiú? És van családja? Igen, nős. Szent ég. Valahányszor mérkőzésed van, templomba megyek, és imádkozom, hogy ne essen bajod, és te se árts másoknak. És most mi történt? Anya, ne kezd, kérlek! Nem gyilkosnak neveltem a fiam! Elég, anya! Ennél jobb is lehetett volna. Más melót kellene keresnem. Cipőt gyártanál? Beszélek Mr. Carbóval, ő kedvel engem, majd talál nekem valamit. Hogyne, addig kedvel, amíg boxolsz, mint mindenki más. Te is? Persze, én is. Ne haragudj. Ugyan, Rocko. Amióta találkoztunk, folyton arról beszélsz, hogy el akarsz húzni Brocktonból. Különleges tehetség adatot meg neked, te meg el akarod dobni. Nem vagyok boxoló, csak egy fickó, aki jól tud ütni. 25-0 a mérleged a világ legjobb boxolói ellen. Szerinted Louis ezt tenné? Louisnak sosem kellett. Nem, 36-ban a kórházba juttatta Nate Brownt, aki többé nem boxolt. 4 hónappal később KO-val szerezte meg a címet. Ha Louis feladta volna, most csak takarító lenne. Légy a feleségem. Nem. Nézd, Wingo tudta, mire vállalkozik, amikor belépett a szorítóba. Hallottad, amit mondtam? Megkértem a kezed. Hogy mondhatnék igent, amikor így összezavarodtál? Tönkre akarsz tenni? Mi van? Hát nem szeretsz? Persze, hogy szeretlek. Hogy kérdezhetsz ilyet? Akkor is, ha bajnám a boxot. Még akkor is, ha cipész lennél. Apa! Jó estét! Mit keresel itt? Az ebédet hoztad, akkor jobb, ha beállítod az órád. Figyelj, apa, elfáradtam a rohangálásban. Leülünk egy perc? Üljünk le. Aztán mondd csak, hogy van a Wingo fiú? Kiengedték a kórházból. Úgy tűnik, rendben. Az jó.
És te? Folytatod a boxolást? Engem nem zavar, ha úgy döntesz, hogy abba hagyod. Az egyetlen jó dolog ebben az egészben, hogy a gázsim az egeket veri. Ha. A következő meccsem után a cél a bajnoki cím. Ami azt jelenti, hogy ki tudnám fizetni a házat, és örökre megszabadíthatnálak ettől az átkozott gyártól. Rocco, nem kell ezt tenned. Én, anyád, a család, mi jól megvagyunk. De én szeretném, apa. Nagyon szeretném. Üsd már meg! Üsd meg! Mi a fenék művel? Nem tudom. Én ábaszállt a bátorsága. Jobbról közelíts! Mi van vele? Bingo, még nem tette túl magát rajta. Hol van a jobb kezes? Hol marad a küzdelem, Rocky? Mi a fele ez? Gyerünk, Rocky! Térj már magadhoz! Páncolsz, mint egy balettos! Mi van veled? Nem érzem túl jól magam, Chuck. Gyerünk már, Rock! Ne játszadoz! Hol az a jobb kéz? Hogy állok a pontokkal? Pontokkal? Mit számít? Még soha nem vezettél a pontokban! Üsd ki! Hé! Hey. Mi a fenét művelsz? Hülyét csinálsz belőlem. Ha valamelyikőtök akarja, szívesen beengedem a ringbe, hogy megkeresse azt a pénzt helyette! Hé, csak segíteni akarunk. Ha így folytatod, koltusbotra juttatsz. Hát, ha most feldühödik. Gyerünk, üsd már meg! Egy! Kettő! Üsd meg! Csak meg kell ütnöd, ennyi az egész! Mi a fenét művelsz? Gyerünk, Rocco, szedd össze magad! Ez a megfelelő pillanat! Üsd már meg! Üsd meg! Dobd be a jobb kezest! Ez így nem lesz jó. Mit csinálsz, Rocky? Óvatosan a kezeddel! Ezt nem tudtad volna Last Tarzának adni? Nem érdekel, mit gondolsz. Ő végig csak menekült. Te végig harcoltál, megérdemelted a győzelmet. A francokat! A győzelem az győzelem, Rocco. Tök béna voltam, így van, Charlie! Volt ennél jobb mérkőzésed is. Mondd, mi van veled? Hol maradt az ütés, amiért befizetett a közönség? Nem tudom, mit mondhatnék, sajnálom. Nem tudom, mi bajom volt. Szerencsét, hogy a bírók szeretnek. Mit jelentsen ez? Elintézte a meccset. Nem, nem intéztem el. De ha így folytatod, akkor lehet szükség lesz rá. Szedd össze magad és tedd a dolgod. Ellenkező esetben elhagylak, mint egy rossz szokást. Még mindig ő a legjobb kilátásom. Ő volt. Volt? Hé, El, örülök, hogy látlak. Én is örülök. Mi az, hogy volt? Elég szánalmas volt ma este. Kész van a címmérkőzésre. A fiúnak várnia kell egy keveset. Rocco, nem üthetsz ki mindenkit. De meg lett volna rá az alkalom, apa. Hogy vagy, örülök, hogy látlak. Hogy vagy, címbora? Köszönöm. A vendégeim vagytok. Látod, ki az? Hé, Rocco. Szerintem ide jön. Ssss, pofa be, Ali. Csak beszélgess. Mint ha mi sem történt volna. Apa, jóság. Nézd a cipőjét. Nézd csak. Charlie. Bajnok. Hogy vagy? Remekülésnél. Én is. Végre megismerhetem a nagy fehér reményt. Mr. Lewis. Nagyon örülök. Egész életemben arra vártam, hogy találkozzunk. Igazán? Többet kellene kijárnod. Charlie régi cimborám, de a többieket is megismerhetem? Ő az édesapám, Pierino. Nagyon örvendek, fiam. Úgy szintén. Ő köszönöm. A ringsegédem, Ali Colombo. Nagyon örvendek, hogy megismerhettem. És azt hiszem a... A jegyese, Barbara.
Igazán? Igen. Hát ez remek. Úgy tűnik, megnősülök, Mr. Lewis. Vigyázzon erre a férfira. Úgy lesz, úgy lesz. Úgy tudom, ő a következő Dempsey. Jobb, mint Dempsey. Magánál is jobb. Elnézést, Joe, de a barátom Ali néha túlzásba viszi a viccelődést. Semmi gond. Örültem a találkozásnak, gratulálok. Köszönjük. Köszönjük, Joe. Minden jót. Charlie. Te megőrültél, ő a barna bombáz. Jóságoség. Mi ütött belé? Velem? Láttad, milyen képet? Láttam, milyen képet láttad, vágott. Milyen képet vágott? Hé, a szemén látszott, hogy tudja az igazságot. Rock, tudja? Ülj le, túl sokat ittál. Tudja. Ülj le. Nem hiszem el, hogy megint ezt műveled velem. Ne tedd ezt velem. Nem tudok sem táncolni, sem énekelni, de hogy jó indulatomat bizonyítsa, bárki kihívását elfogadom. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Oda vannak ők. Te nem tudnak betelni velem. Telefonálj Vegasba. Rendben. Mondd meg nekik, hogy megvan az emberük a megnyitóra. Jól van. Nagyszerű voltál, bajnok. Köszönöm. Készen áll az autóm? Lefoglaltam egy asztalt a Pump Roomban. Van egy üzleti ajánlatom a számodra. Nagyon klassz, de haza kell mennem. Az egész családom engem vár. Megkaphatnám a... Hogyne. Nagyszerű. 4000 készpénzben, ahogy kérted. Ne, neved rossz néven. Nem, mintha nem bíznék meg benned, de... Nem, mind ott van. Nézd, tudom, hogy sietsz, de van néhány barátom Vegasban, és kissé gondban vannak. Sajnálattal hallom. Szükségük van valakire a ma esti kaszinó megnyitóra, természetesen pénz is jár érte. Nagyon örülnék neki, de megígértem a feleségemnek, hogy... 25 000 dollár. Kp. Ali, gondoskodj erről. Már megint? Ali, gondoskodj róla. Nézd csak azt a kis fickót a pult végén. A pincérsegéd? Az nem a pincérsegéd. Az a villámcsapás. Lou Embers. A volt könnyűsúlyú bajnok? Igen. Hogyan már? Végeztek, uraim? Igen. Mondd csak, te vagy villámcsapás Lou Embers. Ti kérdi? Hé, hey, Rocky Marciano, no, Lou Embers. Úgy nagyon örvendek. Igen. Ő a barátom, Ali Colombo. Hé, hey, hogy van? Kösz jól. Emlékszem rád még gyerekkoromból. Igen. Klassz. Nagyon klassz. Hogy vagy, bajnok? Remekül, remekül! Óriási. Megkérdezhetem, mit keresel ott? Nem olyan rossz itt. Kifizetem a számlákat, emberekkel ismerkedem. Hogyne, hogyne. El Wine Manager, ugye? Mondjuk úgy, hogy az én pénzemből vette a házát és három autót. Szóval ő kezelte a pénzed. Igen, de még mennyire? Nem végzett túl jó munkát, mi? Nem az ő hibája. Ahogy jött a zsé, úgy ment is el. Tudod, hogy van, aláírsz egy szerződést fiatalkorodban, és aztán egész életed végéig üldözni fog. Azt akarod mondani, hogy semmi sem maradt abból, hogy bajnok voltál? Emlékek. Rengeteg szép emlék. És a sok válveregetés, amitől nem tudok szabadulni. Még találkozunk. Ez nincs legyen, Ali. Sok éven át boxolt, és nincs semmije. Mennyit van? Gyerünk, vedd elő! Ez minden. Odaadom neki. Hey, Lou! Ez nem sok, de ennyink van. Tedd el! Piszkos macskazabálok! Hey! Könnyű súlyú világbajnok voltam 1936-ban. Ezt mégis hogy képzelitek? Lou, nevet sértésnek, de úgy gondoltam, nekem hogy... nincs szükségem alamizsnára! Takarodjatok innen! Sajnálom, ha megsértettünk. Lou Embers gyere vagyok, könnyű súlyú világbajnok! Nincs szükségem alamizsnára! Nyavajások! Lou Embers vagyok! Lou Embers vagyok! Nem csodálkozom. Embers mindig büszke volt. Pattogós, de büszke. Egy volt világbajnok tányérokat törölget, ez megalázó. Igen? Ezt nézd meg! Annál rosszabb is lehet. Joe Louis csődöt jelent. Ez nem lehet. Múlt este láttuk. Megvendégelte az ott lévőket. Úgy tűnik, a bombázó sarokba szorult, és nem tud kijönni onnan. Azt írja, hogy 1 millióval tartozik az adóhivatalnak. Nem beszélve a 500 000 kölcsönökről és a több százezres tartásdíjról az exének. A lista nagyon hosszú. Ezt nem értem. Hosszú évekig volt világbajnok, már a 30-as években nagy összegeket kaszált. Nem beszélve a különböző üzleteiről és reklámokról. Igen, több millió dollár és semmi ész. Hé, Freddy, próbáld fel ezt. Igen, itt vannak a papírok. Megnézem.
Kérem a pénzem. Miről beszélsz? Visszahívlak. Az én részemről, arról, amit befektettél nekem, kérem. Mit? Költőpénzre van szükséged? 50 dollárra, 100-ra? Nem apró pénzről beszélek, hanem az 50%-omról. Mi folyik itt, Ali? A pénzek jelnek el. Mutasd meg a dossziémat. A dossziédat? Nincs dosszié. Itt tárolom. Hé, hey, én adjak számot, te gazember! Szerződést írtam alá veled, mikor senki rád sem nézett! A pénzemet akarom! Nyugalom, nyugalom! Nem egy helyen van az egész. Különböző helyekre fektettem be. Mint például? Hát például 60 000 dollár egy bronxi tömbházban. Én rád bíztam a pénzem, és te Bronxba vitted? Ne csináld már! Tudtad, hogy ingatlanba fektetünk, ne jázd az agyad! Ki akarok szállni? Nem szállhatsz ki. A ház biztosítékként szolgál a Syracuse-i parkolóhoz. Syracuse? Ami a floridai ingatlanokhoz van kötve, ami a Maine társaság felügyelete alatt van. Hagyjuk a süketdumát! Mennyit érek készpénzben? A dolgok nem úgy alakultak, ahogy reméltem. Majd néhány hónapot, és akkor... Kérem a pénzem! Mától kezdve én intézem a pénzügyeit! Te? Mit tudsz a pénzről? Azt tudom, hogy semmi nincs! Jó, van, rendben. Kéred? Megkapod. De jegyezd meg. Életed végéig minden bevételed fel az enyém. Igen, igen. Te csak összpontosíts a világbajnoki címmérkőzésre. Felhívtad már ezért Charles embereit? Te aztán nagyszerűen küzdöttél. Hé, hey, megnyertem azt a mérkőzést. Ezt mondd el Carbónak. Ő a közben járó, nem igaz? Jó, jegyezzétek meg. Nagy szerencsénk van, ha december előtt felhív. Nem lesz mérkőzésem az év végéig. Pontosan. Ez nem lehet el, nem. Keres valami bemutatót, hívd fel azokat a birkózókat. Birkózókat? Mi ütött beléd? Ott hagyunk egy dollárt egy centért. Megint Ferde. Tudod, miért gurul Ferdén a labda? Mert nincs osztrigahéj, amitől egyenes lenne a felület. Ha? Honnan tudod? Te mondtad, amikor gyerek voltam. Figyelj, apa, beszélnem kell veled. Jól van, fia, mondd csak. Mint kiderült, nincs annyi félretett pénzem, mint gondoltam, és nem kaptam meg a remélt összeget a La Starza mérkőzésből. És mi a gond? Azt hiszem, nem kellene még bead a felmondásod a gyárban. És azt hiszem, a házat sem tudjuk még most kifizetni. Ez csak ideiglenes, érted? De befektetem a pénzt, és kipróbálok egy-két dolgot. De most még nincs elég pénzem ahhoz, hogy ezt megtegyem, apa. Kérlek, értsd meg, nem tudok. Hmm. Semmi baj, Rocco, megértem. Igazán? Igen, persze. Hm. Köszönöm, apa. Tudod, másképp nem kértem volna tőled, de azok a nyavajás öltönyösök minden bankban azt mondják, hogy nincs biztosítékom ekkora kölcsönre. Hiába mondtam nekik, hogy ha lenne, akkor nem lenne szükségem pénzre. Nehéz idegenekkel üzletelni, ezért segíteni fogok. Komolyan? Segítesz? Igen, de tisztázzunk valamit. Ez nem kölcsön, hanem befektetek az üzletedbe. Nekem 5000 dollár kell, Rock. 10 hét múlva 7500-at adok vissza. És a bevétel 5%-át. Nem bánod meg, nagyon stílusos lesz. Lesz még egy étkezde, és kibővítem a konyhát. Már kinéztem egy szakácsot Bostonból. Edi, apám ingyen ehet itt. Hogyne, Rock? Hol írjam alá? Nem írunk alá semmit. Ha bármit papírra vetek, a csaló menedzserem rögtön itt van az 50%-áért. Ez kettőnk között marad. Kettőnk között marad. Kérek egy csésze kávét. Halló. Szia, Barbara. Szia. Hol vagy? Chicagóban. Szia, Rocky. Mit keresel ott? Azt hittem, már útban vagy hazafelé. Igen, tudom, hogy azt mondtam, de előbb Vegasba kell utaznom. Holnap idejében hazaérek. Szívem, tudod, hogy milyen sokat jelent ez nekem? Barb, ez lesz az utolsó alkalom, ígérem, ez nagy lesz. 25 000 dollár készpénzben. Ez elegendő lesz ahhoz, hogy ott legyünk, ahol akarunk. Én csak azt akarom, hogy együtt legyünk. Együtt leszünk. Joe Louis nyilatkozat a kórházba kerülése előtt. Soha
senkinek nem ártottam. Barbara, késésben vagyok, mennem kell, sajnálom. Nem értem, miért vertek át. Másokból vagyok ide bezárva. Mint amiről maguk tudnak. Szeretném, ha egyesek tudnák, hogy igenis ők szorulnak segítségre. Egy újabb ökölvívó, aki... Hallottál Louisról? Ó, igen, kár érte. Remek fickó. Igen. Nem tudom elhinni, hogy egy ilyen fickó a Tilly házban végzi. Azután, amennyi mindent megtett a kormányért a háború alatt, ők meg elveszik az utolsó centjét is. Azt hiszem, Rocky, okosan döntöttél, amikor kiszálltál. Elhagytuk már Denvert. Gratulálunk, Rocky! Hajrá, Barbara! Hé, hey, Rocky, csak egy szeletet. Rendben? Csodálom, hogy nem kéri el a tortának is a felét. Igen. Új súlykategóriát kell létrehozzanak számomra, a túlsúlyost. Szeretnék köszöntőt mondani az ifjú párra. Gongtól gongig tartson a szerelmetek. Úgy legyen. Egészségetekre. 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 Gratulálok. Itt. Rocky, csodálatos feleséget választottál. Barbara, mit is mondhatnék? Jobban jártál volna egy kutyával. Nem, komolyan. Barb, Isten hozott segédként a csapatba, a nehéz súlyú világcím felé vezető úton. Köszöntelek a csapatban! Rocky, meg fogod csinálni! Ó, és ha már itt tartunk, szeretném mindenki előtt bejelenteni, hogy néhány perce értesültem telefonon Rocky következő küzdelméről. Oké. Mához 3 hónapra a Madison Square Gardenben a Brockton Blockbuster ellenfele nem más lesz, mint a legendás barna bombázó Joe Louis! Hogy tehetted ezt velem? Címvédőként vonult vissza, mikor visszamondta a visszavonulását, ő lett az első számú. Ezt a lehetőséget nem hagyhatod ki. Nem, figyelj! Volkot, Charles, bárki, de ne Louis! Csak úgy felejtik el a La Starza cirkuszt, ha megküzdesz Louis-szal. Legyőztem La Starzát! Hajnok akarsz lenni? Igen! Rendben. Győzd le őt! Győzem le Louis-t, ki sem fogok állni ellene. Ide figyelj, te hálátlan tuskó! Ez nem rólad szól, hogy te mit akarsz. Sok pénzt fektettem beléd, és ideje visszakapnom. Ha nem akarsz Louis-szal megküzdeni, hát legyen. Menj és jelensd be a családodnak, hogy végeztél a bunyóval, és hazaköltözöl. Talán átveheted apád munkáját a cipőgyárban. Nagyon szép esküvő, asszonyom. Gratulálok. Mi folyik itt? Nem tudom ennél világosabban megmagyarázni. Most rögtön el kell kezdenem ezzel. Még 3 hónap van a mérkőzésig, és friss házasok vagyunk. Mások nászútra mennek az esküvő után, mi pedig... Másoknak nem kell Joe Louis-szal megküzdeniük! Apa, a táborba kell mennem. Kérlek, ülj le egy percre. Mennem kell, indulnom kell. Ez a tiéd. Mennem kell. Mi itt fogunk lakni a főépületben. Látod azt a házikot?
Te ott fogsz lakni, külön leszel, hogy tudj pihenni, hogy ne zavarjon senki. Itt van az edző felszerelés, a szorító. Nézd, itt van minden, tessék. És a Velszi herceg ide jár pihenni. Ebből mennyit fizetek én az élészemből? Semmit. Carbo megegyezett a tulajdonossal. Miben? Hogy nem veri szét őket, ha összecsomagolnak és elmennek? Az összes számlát szeretném látni. Ez az egyetlen alkalom, amikor Louis-t kiütették. Láttad, hogy leengedte a bal karját? Nézd meg, egyáltalán nem védekezik a jobbkezes felütés ellen. Ha megpróbálsz ütéssorozatot indítani, letépi a fejedet, alacsonyan, és közel kell maradnod. Soha ne hagyd, hogy a szorító közepén kapjon el. Ha 50 centire engeded magadtól, kicsinál. Amikor nem védekezik, teljes erőből oda kell lendítened neki azt a jobb kezest. Elég lesz, Ali? Nem, Ali, hadd menjen. Látni akarom ezt is. Ez nem jelent semmit. 1000 éve volt. Ó, igen. De még mindig ő a legjobb boxoló a világon. Ha esélyt azt neki, elintéz, mint egy hálaadási pulykát. Jó éjszakát. Ide! 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 Hé! Hey. Hova mész? Ennyi volt, már végeztem. Még kettő, gyere már, még kettőt! Pihenj meg, Rob, nyugodj le. Már csináltál 10 menetet. Te, gyere! Jól van, te következel. Mazog, gyerünk már! Mi van veled? Egy szót sem szóltál 12 mérföld alatt. Az az átkozott Brockton Eddy. Mi van vele? Tartozik nekem, és hónapok óta egy vasat sem láttam. Ne adjaj ezen. Most nem tehet semmit ellene. Én nem, de te igen. Miről beszélsz, Rock? Azt akarom, hogy menj haza Brocktonba, és szerezd meg a pénzem. Miről beszélsz, Rocco? Segítek felkészülni a küzdelemre. Úgy segítesz a legjobban felkészülni, ha hazamész és megszerzed a pénzem. Miért beszélsz így velem? Szerezd meg a pénzem! Rocco! Hé, hey, Rocco! Charlie azt mondja, hogy jól haladsz. Szóval... kiállsz ellene? Hé, Rocco! Állj le! Hozzád beszélek. Szóval kiállsz. Hello. Rocky Marciano vagyok, és a Greenwood Lake edzőtáborban készülök a következő mérkőzésemre, a nagy Joe Louis ellen, október 23-án a Madison Square Gardenben. Remélem, eljönnek megnézni a mérkőzést. Nem fognak csalódni, ha ott lesznek. Hé, Rocky, te tényleg azt hiszed, hogy le tudod győzni Louis-t? Minden tőlem telhetőt megteszek. Kösz. Kösz, Rocky, remek volt. Nagyon örültem, kösz. Kaphatnék egy autogramot? A fiam számára, jó? Megszerezted a pénzt? Próbáltam, Rocco. Az a szemétláda, Eddie, képzeld el, hogy... Megszerezted a pénzt? Nem. Nem tudom, mit mondhatnék neked. Neki mondd meg, hogy adja meg a pénzt, amivel tartozik, tessék! Mr. Marciano, most nekünk el kell mennünk. Rendben, nagyszerű. Örülök, hogy megismertem. Köszönöm szépen. Nézd, 5%-ot kell kapnom a... Én már alig várom, hogy kiálljon és megölje azt a nagy melákat. Te hallottad egy percet? Nem, ezt hallani szeretném. Mit csináljak ezzel a fickóval? Csak mit azt mondom, vele? Hogy ha fele annyi kárt tud okozni benne, mint amennyit Wingo-ban okozott, akkor... Rocco! 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 Mi a felét bűvelsz?
Rocco! Nézze, mit művelt! Takarodjon innen! Lehet, hogy Louis Cadillac jelleg kellett volna előjegyeznünk. Na tessék, nem működik. Hova? Úgy hallottam, majdnem kicsináltad az autót. Te mit keresel itt? Ne haragudj. Annyira hiányoztál. Otthon csak a Louis-szal való mérkőzésedről beszélnek. Jobban kedvelem azt, aki ellen ki kell állnom, mint azokat, akiknek küzdök. Az ilyen alakok, mint Carbo, rontják a rólunk kialakított képet. Azt hiszik, hogy minden olasz gengszter. Ha valaki képes erre, az te vagy, Rock. Le kell győznöm. Nagyon sokan számítanak rám. Te tudod, hogy kell győzni. Mindig tudtad. Ha veszitek pénteken, semmim sem marad. Én itt vagyok neked. Szeretlek, Barb. Nagyon szeretlek. Ereszenek el! Nem hallják, ereszenek el! Ne nyúljanak hozzám! Hagyjanak békén! Ereszenek el! Elnézést! Tessék! Joe Louishoz jöttem. Csak családtagok látogathatják. Biztosan fogadni akar. Rocky Marciano vagyok. Jó estét, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket a ma esti várva várt Rocky Marciano kontra Joe Louis mérkőzésen. Történelmi pillanat ez, amelyben múltunk legnagyobb boxolója azzal az emberrel fog szembeszállni, akit sokan a jövő legjobb boxolójának tartanak. Ó, Jézusom, kapcsold már be! Nem, nem akarom hallani. Rendben, felőlem megőrülhetsz. Engem tudod, hol találsz. Gyere, Rock. Itt az idő. Ali. Igen? Jó, hogy itt vagy. Gyere. Aki sokak szerint a megkoronázatlan nehézsúlyú világbajnok. Te vagy a bajnok! A Garden közönségének kedvencét már csak ez a mérkőzés választja el a bajnoki cím megszerzésétől. Az a hír járja, hogy Rocky menedzsere Al Weill abban a percben előjegyezte a mérkőzést, amikor Louis bejelentette, hogy visszatér a szorítóba. A fiatal férfi ambíciója csodálatra méltó. Akit mindenki vár, a barna bombázó, Joe Louis!
Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket a Madison Square Gardenben, a ma esti négy menetes nehéz súlyú box mérkőzésen. Ebben a sarokban a Massachusetts-i Brocktonból a 85 kilós fehér mesztviselő versenyző. Mérleg 39 győzelem, 36 kiütéses győzelem, a verhetetlen Brockton Blockbuster Rocky Marciano! Ebben a sarokban pedig a michigani Detroitból a 96 kilós fekete mesztviselő versenyző. Mérleg 68 győzelem, 2 vereség, 54 kiütéses győzelem, nehéz súlyú volt világbajnok, a barna bombázó, Mr. Joe Louis! Jól van, uraim, mind a ketten megkapták a felvilágosítást az öltözőben. Van kérdésük? Rendben. Sok sikert! Gyerünk, Rocky, mutasd meg neki! Meg tudod csinálni! Készen állnak a küzdelemben! Figyeld a bal karját! Hajrá, Rocky! Mindenki erre a mérkőzésre várt. A közönség soraiban érezni a feszültséget. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. És kezdődik! Menj közelem! Gyerünk, gyerünk! Sárk is megpróbálta 36-ban! Gyerünk, bébi! Elengedni! Jól van! Elengedni! Erezd el! Küzdeni jött. 3 percig küzdöttél a világ legjobb boxolójával. Hogy érzed magad? Mint aki teherkocsi gázolt. Olyan gyors, hogy a felét se látom az ütéseinek. Tudod, mi erre a gyógyír? Üsd te, mielőtt ő ütne. Következik a második menet. Eddig még bármelyikük lehet a győztes. Gyerünk, Rocky! Védd a fejed! Magasra a kéz! Gyerünk! Gyerünk, Rocky! Gyerünk! Védd a fejed! Magasra a kéz! Ez az! Védd a fejed! Gyerünk, magasra Rocky! A kéz! Oda bent van.
hivatalos pontszámok szerint a hatodik menet után Luis valamivel előbbre áll. De ahogy haladunk előre a menetekkel, Marciano egyre erősebbnek tűnik. Kikészült? Kezdi leengedni a bal karját. Adj neki pár felütést, mi szárjuk le ezt a meccset. Csak egy jó ütés kell. Egy jó ütés. Tényleg te vagy az? Én vagyok az, Joe. Mi történt? Keményen tudsz ütni. Kérdeznem kell valamit. Mi történt velem? Sajnálom, Joe. Én nem akartam ezt a küzdelmet. Nem akartam kiállni ellened. Ha 10 évvel ezelőtt lett volna, akkor talán. Méltó lettél volna? Meg fogod szerezni a bajnoki címet, Marciano. Semmi kétségem. Te győztes vagy. Hadd mondjak valamit.
Győztem, Rock. Addig győztem, amíg semmi más nem maradt az életből, csak a győzelem. Elvesztettem a feleségem. Elvesztettem a pénzem. És a családom. Neked vannak szeretteid? Igen. Soha ne hagyd el őket. Azt mondják, megőrültél. Nem vagyok őrült. Csak nem maradt már semmi. Menjen fel a második emeletre, és készítsék elő az ágyát. Mrs. Jenkins pedig át kell költöztetni az 506-os szobába. Ezt már megbeszéltük tegnap. Igen, doktor. Rendben, majd hozzák be a beosztást. Értem. Elnézést. Köszönjük, uram. Mr. Marciano mindig nagy rajongója voltam, én vagyok a kórház vezetője. Igen. Nézze, tud róla, hogy az az ember oda bent Joe Louis? Nem lehetne jobb szobát találni számára. Sajnálom, Mr. Marciano, de ő nincs telen. Ez a legjobb, amit az állam biztosítani tud. Nos, Jensen, az a férfi odabent a barátom. Gondoskodjon róla. De kérem, uram! A következő repülővel megyek. Maximum 3-4 órán belül otthon vagyok és maradok. Mi történt Vegasszal? Nem fontos. Sietek haza. Követnek! Hello! Hello! Hello, Mrs. Abodensis! Hello, hello, hello! Csak ki a kaput! Már nyitom, Rocco! Köszönöm! Itt. Gyere abba. Ez volt az utolsó cikk. Ugyan már, ugyan. Miről beszélsz, fiam? Látod, ez a sok ember mind ért egy gyűlt ide. Ez meg mi? Hoztam neked osztrigát, apa. Összetörjük és igazi boccsapályát csinál. Fia. Köszönöm. 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 Ő az én fiam. Köszönöm. Köszönöm.
Kezdte, Marciano? Be kell vallanom, még soha nem repültem ilyen rossz időben, és szerintem nem is kell. Lenni sokkal rosszabb időben is repültem. Haza kell érnem. Indulj. A Rocky-tól elszenvedett vereség után Joe Louis többi nem szállt ringbe. 1952-ben Rocky megszerezte a világbajnoki címet Jersey Joe Walcott-tól. Minden kihívót legyőzött visszavonulásáig, melyre 1956-ban kerül sor. Rocky Marciano a mai napig az egyetlen veretlen nehézsúlyú ökölvívó bajnok. 1969. augusztus 31-én, a 46. születésnapját megelőző estén Rocky repülő szerencsétlenségben életét vesztette. Éppen hazafelé tartott.